pici előzmény, most már ugye a június 9-i választások elé. És nagyon fontosnak tartom, és tartottam is mindig, hogy a függetlenül induló képviselőjelölteknek is legyen lehetősége médiában is megmutatkozni településünk lakosai előtt. Így a mai alkalomra igazából én minden független képviselőjelöltöknek hívtam, aki úgy gondolta, hogy él a lehetőséggel és szeretne bemutatkozni, itt vannak. Mint ahogy már az elektronikus médiában is nagyon sokszor kiemeltem, hogy jelen független csapattal nagyon-nagyon szívesen tudnék dolgozni, mint ahogy már nagyon sok testettel is dolgoztam, hiszen Dóri jelen pillanatban is képviselő tagja a testületnek, Ignác külső képviselő tagja a Szociális Bizottságban, és rengeteget dolgozik ő is, Peti is tagja a Gazdasági Bizottságnak is, végigkövette az elmúlt év eseményeit, Peti pedig jogi szemmel tudja követni az eseményeket, és bizony-bizony a mai politikában nagyon nagy szükség van jogi tanácsokra is. És ugye ezt a posztot eddig a polgármesterem, a Töresvár Balázs betöltötte az önkormányzatnál, most viszont ugye ő más célokat tűzött ki magának, és bizony jogi tanácsokra mindig szükség van. Úgyhogy én ezért is kérném azt, hogy Petit is támogassa lakosságunk a választásoknál. És a sajtótájékoztató keretét én úgy gondolnám, hogy röviden én fölkonferáltam, fölvezettem a dolgot, és átadnám a szót a képviselőjelölteknek, a végén pedig majd a saját gondolataimmal fogom zárni. Akkor Dóri, én megadnám először a szót, parancsoljon. Köszönöm szépen, tiszteletel és tisztelettel köszönöm mindenkit. Aki nem ismerne, ugye Mékészen tanulási lakos vagyok, 42 éves környezetmérnök, egyetemi éveim kivételével egyébként mindig is itt éltem, és itt is alapítottam családot. Nagyon fontosnak tartom, hogy a fiatalok minél több szállal kötődjenek Szent Andráshoz, ezért én ahol lehet aktív vagyok, ahol ők is, ugye a sportegyesületnél, akár a közintézményeknél kell gondolkodni. 2019 óta ugye aktív tagja vagyok ugye a képviselőtestületnek, a Szociális Jogi és Ügyrendi Bizottságnak az elnöke voltam eddig is, és elég átfogó képet kaptam így az önkormányzat működéséről. Ugye elég érdekes időszakon vagyunk túl, nagyon sok minden változott, nem volt egy stabil év, gazdasági év is, ugye kellett itt a Covid-ra gondolni, az energiaválságra, tehát nem lehetett azért a korábbi évek tapasztalatait sem átütni, hogy működjön, de úgy gondolom, hogy egy sikeres szezon tudtunk zárni. Nagyon jó kapcsolatot ápoltunk a szociális intézményekkel, a családgondozóval, a gondozási központtal, a védőnői szolgálattal, tehát én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon fontos dolog, hogy ez a kommunikáció mind a település vezetése, mind az intézmények között ez fönnálljon. Tagja voltam a település üzemeltetési bizottságnak is, kiemelt területre gondolom, hogy itt az infrastruktúrát igenis fejleszteni kell, a járdákat, utakat, mind kültéren, mind beltéren. Ezen dolgoztam eddig is, és ez továbbra is célom, hogy a kül- és a belterület együtt fejlődjön, hiszen így tudunk tényleg egy olyan szintre jutni, hogy mindenkinek a megelégedésére szolgáljon. Tagja voltam továbbá a Környezetvédelmi és Művelődési Bizottságnak is, ahol ugye a rendezvényeket szerveztük, terveztük, és próbáltuk ott is a fiatalságot minél inkább bevonni, olyan programokat szervezni, hogy ők nekik is megelégedésük szolgáljon. Úgyhogy én ezeken szeretnék próbálni továbbra is munkálkodni, és úgy gondolom, hogy jó irányba jut a település. Fontosnak tartom egyébként egy képviselőtestületnél, hogy olyan tagok kerüljenek be, akik csapatként tudnak együtt dolgozni. Lehetnek önálló célok, be lehet vinni egy csapatba önálló célokat is, de kell tudni kompromisszumokat is kötni, és úgy gondolom, hogy a jelenlegi képviselőtestület is egyébként tényleg nagyon jól együtt tudott dolgozni, és bízom benne, hogy a jövőben is egy olyan képviselőtestületet sikerül összeállítani, ahol
együtt tudunk csapatként a településért. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Ignác, parancsolj. Köszönöm szépen, polgármester úr. Sok szeretettel köszöntöm is a szentadlási lakosokat. Montovics Ignác vagyok. Én ebben a kis faluban nőttem föl, itt kezdtem el az általános iskolát, innen léptem ki az általános iskolának az ajtajából. Vidéken jártam iskolába, mindig szívesen visszajöttem ebbe a kis faluba, és hát végül is matematika, informatika szakos tanárként végeztem. Jelenleg is tanárként dolgozom, Mezőtúron a Teleki Blanka gimnáziumban, illetve Szarvason a Gál Ferenc Egyetem pedagógiai karán, mint főiskolai tanársegéd dolgozom. Sokfelé járok, sok emberrel beszélek, rokonaim, barátaim, ismerőseim mindig megemlítik, hogy milyen szép ez a kis falu, gyönyörű szép ez a falu. Én úgy érzem, hogy ez a falu fejlődik, és ennek nagy szerepe van a polgármester úrnak is, és büszke vagyok erre a kis falura. Hát jó érzés elmondani, hogy itt van a sörfőzde, itt van a boltkörös vidéken, sok-sok mindent föl lehetne sorolni. Alapvetően mindig is egy ilyen közösségi ember voltam, annyit még talán el szabad mondani, hogy a pedagógus szakszervezetben is benne vagyok. Ez igazából azért jelentős, mert bármilyen közügy mellé, amikor oda kellett állni, akkor mi odaálltunk, igyekeztünk mindig jó ügyeket szolgálni, és minden mellé, ami előre viszi akár egy közösséget, akár egy országot, akkor azt az ügyet én úgy gondolom, hogy azt támogatni kell, és mellé kell állni. Szerencsém volt most az utóbbi 5 évben, hogy részese lehettem ennek a önkormányzati munkának. Jó volt együtt dolgozni a bizottsági tagokkal, ötleteket megbeszélni. Én nagyon sokat beszélgettem négy szemközt is polgármester úrral. Nézegettem a lakossági fórumokat, amikor előkerült egy-egy dolog. Ez egy kicsit ilyen háttérmunka, akkor bementem és akkor megkérdeztem, hogy mi mit szólsz hozzá. Ilyen volt például zöld hulladék, vagy ilyen kutyakérdés probléma, milyen faluban előjött. Én szeretnék most, ha sikerül is a település lakossága nekem bizalmat szavaz, teljes értékű képviselőként dolgozni ezért a kis faluért. Én azt gondolom, hogy ígérni ebben a faluban és bárhol az országban csak felelősség teljesen szabad. Olyat ne ígérjen meg az ember, aminek nincs realitása. Egy önkormányzat működés szerintem ugyanolyan, mint egy családnak a működése. Tehát a családnak is megvannak a lehetőségei, nagyon sok terve van egy családnak is, valahonnan elindul, szeretne haladni valamerre, de egyszerre nem fog megcsinálni mindent. Tehát itt fölösleges ígérni fűtfát, hogyha az adott lehetőségeken belül akarunk maradni, vagy hát nyilván azokat tudjuk kihasználni. Én két célt fogalmaztam meg magamnak, az egyik az, hogy egy kicsit a kulturális életet felpestíteni. Szép a falu, rengeteg turista jön ide. Amit én itt ki is emeltem, és nagyon szeretném megcsinálni, én a saját költségen is, egyszer egy Schubert-klubos előadást. Hát vagy itt a művelődési házban, vagy kint a sportpályánál a fedett résznél. Szerintem ez nagyon jó lenne. Én sokszor eljártam a Schubert-klubos előadásokra, kell egy kis vidámság is, és jó lenne, ha egyszer itt Szent Andráson is ez megvalósulna. Nem akarom húzni az időt, nagyon sok ötletem van még, szerintem meg lehet valósítani, csak egy kis összefogás kell, és én úgy gondolom, hogy ebben a faluban van összefogás, összetudulni a lakosság. Régen is, amikor fölnőttem, nagyon összetartó volt Békés Szent András, mindenki, aki itt lakott, mindig össze tudott fogni. Egyszer polgármester úr kiírta, hogy a nagy árvíznél mennyire össze tudott fogni a falu. Szerintem nem csak árvíznél kell összefogni. Nagyon sok kérdésben össze kell fogni, és én úgy érzem és hiszek ebben a faluban, hogy össze tud fogni. És ezért én fogok is tenni képviselőként. A másik, ami egy nagyon-nagyon súlyos kérdés, előállt egy ilyen probléma, ugye a turisztika. Rengeteg vendég jön ide, aminek örülni kell. Az, hogy Békés Szent Andrásnak van egy nagyon nagy húzó ereje, ez tulajdonképpen a turizmusnak köszönhető. Szerintem ezt meg kell becsülni. Nyilván vannak lakók, akik viszont pihenni szeretnének. Az egy nagyon nagy feladat, hogy próbáljuk keresni az egyensúlyt. Tehát nem elbillenni egyik oldal sem, hanem megtalálni azt a vékony egyensúlyt, amikor mindenki jól érzi magát ebben a településben.
ha forrásokat szeretnénk bevonni, bármilyen munkaerőt teremtő beruházást idehozunk, és itt nagyon szeretném kihangsúlyozni, mielőtt bárki félreérti, nem az a kunyhárakra gondolok. Bármi olyan beruházás, ami munkahelyet teremt, ami bevételt teremt a falunak, bármilyen gazdálkodás, az biztos, hogy valamilyen szinten alkalmazkodást jelent. Változni fog egy picit a falu élete, sokat változott azóta is, amióta én innen kikerültem. Biztos sokan emlékezünk még szüleinkre, micsoda hatalmas állattenyésztés volt és akkor volt bevétele a községünknek meg a lakosságnak. Most az idegenforgalomból van, ezt kell megbecsülni, és ebbe kell megtalálni az arany középutat. Én tanárként tudom, szerintem meg lehet találni, a diákságban is mindig meg lehet találni az arany középutat. Tenni kell érte, meg kell keresni a kompromisszumos lehetőségeket. És én ezt többször leírtam, én hiszek ebben a faluban. Meg lehet ezt találni szép szóval, emberi szóval, meg lehet találni a közös nevezőt, amint mondtam is, hogy önökkel, önökért. Egyedül kevés lesz szerintem bármilyen polgármesternek képviselőtestület, együtt kell működni a faluban, és így kell működni, mindenki az oda kell menni, mindenkit meg kell hallgatni, és az adott lehetőségeken belül kell dolgozni. Szerintem most jelen pillanatban az önkormányzat a település adta lehetőségeket maximálisan kihasználja. Tehát, hogyha bármi gyorsítani szeretnénk a tempót, szerintem az már csak plusz erőforrásokkal lehetne megoldani. Akár a pályázati pénzekkel, akár az önerők részével, szerintem most maximálisan ki van használva ez a lehetőség. Én nagyon bízom, hogy polgármester úr maradni fog, és ez a fajta szellem, ami most vezeti Szent Andrást, ez maradni fog a jövőben is, és nagyon-nagyon bízom, hogy ezt a fajta szellemiséget, hogy előre megy a falu, hogy kihasználjuk a lehetőségeket, és szépen folyamatában minden épül a faluban, ezt tudjuk a továbbiakban is képviselni. Úgyhogy én azt mondom a Szent András lakosságainak, hogy önökkel, önökért, így együtt, ahogy itt van ez a kis csapat. Nagyon szépen köszönöm a polgármesterről. Én is köszönöm szépen. Péter Parancs. Köszönöm szépen. Köszöntök mindenkit, Sinka Péter vagyok. Szintén törzsgyökeres Szent Andrási. Gyakorlatilag családomon itt élek, és itt képzelem el a jövőmet is. Hát itt a tanárok és jogászasszony között lehet, hogy szűkszavúnak fogok tűnni, én nem vagyok ennyire a szavak embere. Amiről szeretnék beszélni, mérnökként tevékenykedem, tervezéssel foglalkozok, beleértve projektek tervezését, kivitelezését is. Itt szerzett tapasztalataimat szeretném a falu szolgálatába állítani. Tettem ezt az elmúlt 5 évben is a gazdasági bizottság tagjaként, ami nagyon tanulságos volt. Sokkal jobban beleláttam itt a rendszer működésében, és érdekes volt megélni a nehéz időket. Azokat az időket, amikor Covid alatt hát a gazdaság is megtorpant, és ez bizony hatással volt a tulajdonképpen a teljes közszférában gyakorlatilag mindenkire, hiszen a gazdaság megtorpanása az adóbevételek visszaesésével jár. Ez tovább nehezítette, hogy az önkormányzatoktól bizonyos adónemek beszedését megvonták és közvetlenül az állam szedébe. Mi ebben az időszakban, amikor több önkormányzat likviditással küzdött, nekünk sosem volt likviditási problémák, sőt az összes munkahelyünket sikerült megőrizni, amit akkor célul tűztünk ki. Így azt mondom, hogy talán nem olyan gyors volt a fejlődés, mint amit szerettünk volna, de úgy gondolom, hogy ezzel a kiszámítható nyugodt gazdálkodással így is folyamatos fejlődést sikerült elérnünk az elmúlt ciklus alatt. Reményeim szerint a következő ciklusban ilyen nehézségektől mentesen egy dinamikusabban fejlődő időszaknak nézhetünk elé. Amit én szeretnék még megemlíteni, az a függetlenségnek a fontossága. Én ezt még egy nagyon fontos dolognak tartom, hogy mit jelent az, hogy független vagyok. Tehát, hogy nincs olyan érdek, ami engem gátolna abban, hogy Szent András érdekeit tartsam szem előtt. És úgy gondolom, hogy ez nagyon fontos. Itt egy picit talán utalnék arra, hogy nem olyan nagyon sok múlt az, hogy az iskolák tulajdonjoga az átkerüljön
Békésszert Andrásról, valahova máshova. És igazából én ennyit szerettem volna elmondani. Köszönöm szépen! Én is köszönöm szépen, és akkor parancsoljon! Tisztelettel köszöntök mindenkit! Nem gondolnám, hogy olyan nagyon bemutatkozásra szorulok, hiszen én is születésem volt a Békésszert Andráson, élek szinte kizárólagosan. Kicsi kitérő volt, mikor a gyermekeim születése előtt Budapesten éltünk a férjemmel. Azt követően Szentendrén Szarvason kezdtem el dolgozni az önkormányzaton. Először a jogi osztályon, majd később a pénzügyi osztályon közbeszerzésekkel foglalkoztam. Számos előterjesztést írtam magam is, úgyhogy egy ilyen téren van némi rálátásom az önkormányzati munkára, illetve az önkormányzati tevékenységre. Bár az elmúlt 20 évben már, közel 20 évben egyéni ügyvédként tevékenykedem Szarvason, sok-sok szempontból ügyfélvel egyébként. Ezért is gondolom, hogy kevés olyan lakos van, aki nem találkozott volna még velem, remélem, hogy pozitív vélekedéssel írnak rólam. Igazából pont azért is fogalmazódott meg bennem az, hogy kipróbálom magam képviselő jelöltként elsőkörösen, mert egy csomó probléma jogi részen, illetve nálam csapódott le, tehát az irodában kerestek meg ügyfelek azzal, hogy esetlegesen ilyen-olyan problémáik vannak, amelyek összefüggésben állnak az önkormányzat működésével, esetlegesen jogszabályalkotási tevékenységével, és akkor hol egymás ellen, hol egymásért dolgoztunk együtt az önkormányzattal, és inkább ezt a másik végét szeretném erősíteni az egymásért, hiszen felmenői szerintem 1700-as évekre visszamenőleg itt éltek, és számomra is fontos ez a közösség, ahol én is minden napomat töltöm, és szembesülök azokkal a problémákkal, amik esetlegesen felmerülnek. Szembesülök a fejlődéssel, amit itt az utóbbi időben a közösségünk, illetve a településünk elért. Jó ezt látni, kell ezt kezelni minden szinten, és nagyon remélem, hogy a tudásommal, szaktudásommal, szakértelmemmel ebben tudok segíteni a testület munkájában. Talán időben is egy kicsit most már így jobban, három gyermekem van, két nagylányom, az már kirepült a családból, igazából kisfiam is most már kiskamaszkorban lépett, úgyhogy egy kicsit több teret hagynak nekem arra, hogy érvényesüljek és megvalósítsam önmagam. Ennek keretében az ügyügyi kamara elnökségében is dolgozom, de remélem, hogy a két tevékenység összeegyeztethető lesz, és amennyiben bizalmat szavaz nekem a település lakossága. Illetve nehéz így harmadikként megszólalni, mert annyi szép gondolatot elmondtak az annyi szép gondolatot elmondtak itt előttem, és gyakorlatilag letették az összes kérdést és problémát. Én annyiban vagyok egy kicsit kívülálló, hogy eddig nem vettem részt az önkormányzat tevékenységében, csak úgymond Facebook trollkodók én, polgármesterünk lesz, megjelent. És szeretek tényleg azt, hogy a kis összetartó közösségünknek még több lehetőséget az összetartása, még több közös élményt, még több pozitívumot az életében, és ennek a megfelelő kereteket is biztosítani tudjuk. Talán ebben az én munkám is egy kicsit előre fogja vinni a falut. Köszönöm szépen, és köszönöm a lehetőséget. Én köszönöm szépen, hogy eljöttetek, és akkor most összefoglalnám én, hogy miért is volna fontos, hogy önök így bennünket csapatban támogassanak. Egyik részről azt mondom, hogy a hölgyek szerepe nagyon-nagyon fontos az önkormányzatban. Most döbbentem rá az utóbbi 5 év alatt, amikor is Dóri mennyire más szemmel tud nézni dolgokat, mennyire másként közelít meg, mint az előtte levő férfi, tiszta férfi testületeink. Nagyon-nagyon fontos. Másik részről azt mondom, hogy ha a jog, a tervezés, az informatika és a környezetvédelem összefog, nekem csak irányítanak. Igazából minden itt van, ami ma a 21. század első negyedénél szükséges ahhoz, hogy az ember előre tudjon menni.
mert egy közbeszerzésnél a jogi háttér kell, a tervezési háttér kell, egy környezetvédelmi oldal kell, meg egy informatikai oldal kell. Tehát borzasztó könnyű dolgom lesz, hogyha önök támogatnak bennünket. Másik részről egy kicsit a mentalitást nézve a csapatnak, mint amit mondtam is már az elektronikus médiában, hogy kajakoztunk itt négyen is. Ha összeülnénk egy négyesbe, és ugye a kajak alapvetően egy egyéni sportági csapatban is üzhető. Tehát igazából az embernek egyetlen célja van elérni a célt és kihozni magából a létezőnek. Itt nincs más, nincs csapat, nincs a bíró lefújja, rosszul fújja. Itt menni kell az embernek, győzni kell, vagy nem győzött. Tehát egy egyéni sport. Ebben szocializálódtunk négyen is, noha nem egy korosztályban, de pedagógusok is vagyunk. Másik oldalról meg tudjuk közelíteni az oktatás nehézségeit, problémáit is. Ignáccal, illetőleg az informatikai rendszerek problémáit. Ez is nagyon fontos. Erre épül a társadalma. Tehát már most mesterséges intelligenciákról beszélünk és gondolkodunk. Innentől kezdve nagyon-nagyon szükséges az, hogy egy informatikai háttere is legyen egy képviselőtestületnek. Úgyhogy én arra kérném településünk lakosait, hogy így csapatban támogassanak bennünket. Nem leszólva ezzel és nem lekicsinyelve az ellenfeleket. Legyen ez egy méltó küzdelem, mert az előző testületemben is nagyon jól tudtam együtt dolgozni, mint ahogy Dóri megfogalmazta, tényleg csapatként. Itt viszont biztos, hogy a mostanival így a képviselőjelöltekkel egy nagyon jó csapatot tudnánk alkotni, akivel önökért, a településért tudnánk tovább dolgozni. Terveim, tehát sok médiában elmondtam már, én 5 illetve 10 években volt dolgozom. Nagyon-nagyon sok pályázatunk van most is jelen pillanatban beadva, van tervezés alatt, illetőleg van kivitelezés alatt is. Tehát most így, azt mondom, hogy én ígérgetni nem szeretek, nem szoktam. Nagyon sokszor az embernek tényleg arra felé kell álmozdulnia, ahol forrásokat találó, hogy a település fejleszteni tudja. Persze nem mindig egyezik a lakosság véleményével, hiszen mindenkinek az a fontos, hogy a sajátja előtt jó legyen. Viszont azt is meg kell érteni, hogy a forrásokat nem úgy adják, hogy amit én szeretnék, vagy amit mi szeretnénk, hanem úgy, hogy éppen milyen célterületre van jelen pillanatban kiírva. És itt lép be a környezetvédelem nagyon fontos tényként, az informatika nagyon fontos tényként, a tervezés is, meg a jog is. Tehát én azért mondom, hogy ez olyan teljes paletta lenne a elévendő képviselőtestületben, ami azt hiszem, hogy nagyon-nagyon időképessé tudna bennünket tenni. Én ennyiben zárnám a dolgot, nagyon szépen köszönöm a független képviselőjelöltöknek külön, hogy eljöttek, megtiszteltek ezen a sajtótájékoztatón, és köszönöm szépen a médiának is, hogy eljött és felvette nekünk ezt a sajtótájékoztatót. Köszönöm szépen!